ebbe van a lószőr, ide vissza van csüttetve a kendércérnával, rátekerve, jó szorosan. Töreki Erzsébet gyimes középlokról érkezett. Nem csak népviseletét, hanem tojásíró tudományát is megmutatja társaival a családiskola tanulóinak. Bár az írott tojás elkészítési módja sokban hasonlít a hazánk egyes részein alkalmazott hímes tojás készítéséhez, egyetlen dologban mégis különbözik. Íróka vagy más néven kesica kell hozzá, amit a viaszoláshoz használnak. A szorgoskezű asszonyok a tojásírás teljes folyamatát megtanítják egy hét alatt a tanulóknak. Az írást, a mintákat és a festés technikáját is. Felforraljuk a vizet, sót teszünk bele, ecetet, és akkor töltsük bele a festéket, és megvárjuk, hogy lehűljön a festéklé annyira, hogy ne legyen forró, hogy a viaszat ne vegye le, akkor benne hagyjuk 15 perc, 20, attól függően, hogy mennyire fogja, hogy aki sötétebbnek akarja, hogy sötétebb legyen, az több ideig tartsa a festéklébe, aki csak olyan halványabbnak, az hamarabb kiszedi. A tanulók nagy odafigyeléssel készítik a mintákat, figyelve a gyakorlott tojásírókat, akik váltogatva az írókát a viaszban írják a mintákat. Sorban készülnek a tyúkláb, töltött rózsa, csillagos, fecskefarka motívumok. Marton Elizabeth negyedik osztályos újdonság neki a tojásírás. Tegnap kezdtem, 6-ot írtam, és nagyon megtetszett nekem. Még eleinte nagyon nehéz volt egyenes vonalat húznom, és mindig egy pár pacát is ejtettem, de most már egyszerűbb. Az iskolában nagy hagyománya van az ünnepekre való felkészülésnek, a gyimesi asszonyok is 20 éve tanítják a gyerekeknek a régi motívumokat. A húsvét az egy nagyon fontos ünnep a kereszténységnek, erős lelki felkészülést igényel. Ezt a lelki felkészülést segíti ez a tojásírási mód, az asszonyok viselete, az asszonyok személye, az asszonyok egyfajta garancia arra, hogy egy belső élet is, egy elmélkedős gondolkodó élet is folyik ilyenkor az iskolában. A festett tojásokat a tanulók hazaviszik. Egy része az ünnepi asztal díszíti majd, de jut belőle a locsolóknak is.